a kisebb hígítási arányt veszem figyelembe, az 1:10-est, megnézzük, hogy ezzel hogy viselkedik ez az olajos szennyeződés feltölt. Ez körülbelül olyan fél deci koncentrát, és az a kérésem, hogy így a nyakáig legyen szíves vízzel feltölteni. Eddig? Addig úgy, persze. Igen. Akkor ezt oda is nem addig, hogyha megfog már majd Júli, vagy Júli. Ebben az esetben összerázunk, semmi más teendő nincsen, és bekormetezünk. És akkor itt van a fel. Esetleg van egy nyeles kefélünk. Szívesen! Pár percig állni hagyjuk, és már is utána fel lehet dörzsölni. Van egy nyeles kefék, vagy mivel szoktak feltakarítani? Hogyan? Sima felmosó. Sima. Sima felmosóval. Szinte egy percet se hagytunk igaz a tisztítószernek, hogy pihenjen. Az adott felületről, úgyhogy nem csak kövezet felmosására tudom javasolni, hanem ha szoktak végezni motorblokkmosást, akkor a motorblokkmosásra is tudom ajánlani, lehet alváz mosásra, karosszériára, lehet belül a kárpitot, kárpitra használni, foltokat eltakarítani, csodálatosan kiszedik. Abban az esetben desztillált vizet javaslok, mert mindig úgy takarítjuk a foltot a kárpitról, hogy körkörös mozdulatra megyünk, van a folt, és akkor megyünk körbe-körbe, egyre nagyobb és nagyobb területet tisztítunk meg vele, és nem hagy folytot, nem lesz kupara, hogyha a desztillált vízzel tudjuk a tisztítószer. És akkor ugyanúgy lehet a karosszériára, üvegre, nagyon szépen lehozza a szennyeződést. Karosszériánál elég az 1.40-es, 1.50-es hígítás. Nem kell az 1.10-es, mert az nagyon erős lenne. És a kárpitnál se szükséges az 1.10-es. Azt tudjuk tapasztalni, hogy mi a leggazdaságosabb. Nézd meg, ahogy felhúzom rá, már hozza le. Látod? Thank you.
koszos, akkor csak el. Azt sose sikerült teljesen fehérre. Rajta! Kapcsolom a lámpát. De bevizezhet csak volna. Na, szóljunk ezt, hölgyeim! Kicsit, kicsit Mária, nem vizesíted be azt a... Majd inkább fújok rá. És lehet látni, hogy viszi le. Csak egy csorad rá. Igen. Még ott egy picit a fali csempét is megfújtok. Mária azt mondta, hogy a bemutatót, azt mindig csak félig kell megcsinálni, hogy látványos legyen a... Hát egyértelmű. Ja, ott vittem be a mondatot. Nem tisztítás szereket forgalmaz, hanem műhelyben rendezik, vagy műhely felszereléseket. Igen. Tetszik? Akkor még ezt egy kicsiket. Ez már kopás, tehát elvileg tiszta. Úgyhogy amit tudott leszedett, a többi már kopás. A testét megkopott. Úgyhogy tessék nézni tiszta.